Nincs az az életkorú nő, vagy akár férfi, aki ne vágyna mindig feszes bőre, mert előbb-utóbb megtapasztaljuk, hogy nem csak az arcunkon és a dekoltázsunkon lesznek ráncok, és ereszkedik meg a bőrünk, hanem az öregedés jelei bizony megjelennek a kézfejen, a térdeken, vagy akár a felkaron is. Most mutatunk egy megoldást. Nagyon sok helyen jártunk már, ahol az arcfeszesítésről tudhattunk meg mindent, de én tényleg nem tudtam, hogy létezik olyan is, hogy valaki a felső karján ezt a bizonyos integető hájat tünteti el, vagy szépíti meg? Ez nem egészen így van. Sajnos az integető hájra ez kevés, viszont a megereszkedett bőrre, illetve a nagyon ráncosodó bőrre teljesen jó készítmény. Ezt a készítményt már számos helyen alkalmazzák arcra, nyakra, de most már elérhetővé vált dekoltázsra, felkarra, belső combra, illetve térd fölötti területekre. Azért nagyon jó ez a módszer, mert több pontban alkalmazva hialuronsavat juttatunk a bőrbe, és ez a hialuronsav hidratálja, illetve feszesíti. A kollagén és az elasztin képződést segíti, ezért szép feszes, hidratált bőrünk lesz. Meg kell ismételni a kezelést, körülbelül egy hónap múlva, aztán pedig fél évenként. Ez a hialuronsav teljesen természetes anyag, a bőrünkben megtalálható, teljesen biokompatibilis, tehát nem igazán fordul elő vele semmiféle allergia, illetve gyulladás, és egy friss, feszes bőrt kapunk. Beszéltünk a karról, és említette a hast is. Milyen más területeket lehet még feszesíteni? Ahogy említettem, a belső combot, térd fölött, illetve lehet nyilván dekoltást, kézfejet, lábfejet. Ez attól függ, hogy alkalmas-e a paciens a kezelésre. Összefogjuk a bőrt, és ráncolódik, de azért nem lehet nagyon meghúzni, az az igazán alkalmas felület a kezelésre. És akkor tényleg nagyon szép eredményeket lehet elérni. Kezelés után kap egy gyulladáscsökkentő hidratáló tapaszt, amit fél óra múlva levesz, és utána naponta egyszer vagy kétszer egy hidratáló krémet kell alkalmaznia, amivel még szintén hidratálja, illetve feszesíti a bőrt. Ezt a következő kezelésig folyamatosan kell használni.